Nem véletlenül tartották a Fidesz-KDNP tolnai képviselő jelöltjeinek bemutatását éppen a nemrég átadott a Szabadidő Parkban a Dunaparton. Miként Horváth István a választókerület elnöke fogalmazott, ez a helyszín is azt bizonyítja, hogy a település fideszes vezetése az elmúlt 5 évben mennyi mindent tett a város fejlődéséért. A párt Appelsoffer Ágnest indítja polgármester jelöltnek Tolnán, aki azt mondta, ha megválasztják, még többet szeretne tenni a város fejlődéséért. Folytatni kívánja az utakjárdák felújítását, és miként fogalmazott, mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházások folytatódjanak, és a tervezett fejlesztések megvalósuljanak. Azt ígéri, hamarosan létrejön a játszóház, és épül egy új bölcsöde is. Én magam is, képviselőtársaink is szenvedélyesen szeretjük ezt a várost, és tényleg én magam minden porcikámmal ide kötődöm, el nem tudom képzelni, hogy máshol éljek, és a családomat máshol neveljem. Én azt ígérem, hogy tisztességesen, becsületesen fogom a továbbiakban is vezetni ezt a várost, amennyiben a választók bizalmat szavaznak. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei között van új arc, mint Koncz Jánosné, de zömében olyan jelöltek vannak közöttük, akik több ciklus óta képviselőként dolgoznak a városért. Így például Baksainé Kenesei Éva, Stercné Asztalo Zsuzsanna, Straubinger Ferenc, vagy éppen a 2006 óta képviselőként dolgozó Gul Csaba. A körzetben lakóknak az érdekeit szeretném képviselni, mint a járdák, az utak rendbetétele. Az összes utcánkban van aszfaltos út, zömében mind a két oldalon járda, ezek felújítást azt tarulnának. Az idei év, az utolsó ciklus arról szól, hogy a várost építsük, a várost fejlesszük. Remélem, hogy a következő ciklusban több lehetőségünk jut erre. Mindenképpen szeretném a vásártéri lakásoknál a villany és az útkorkatnak a megoldását. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon a 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén, október 13-án lehet leadni a szavazatokat.